Történelmi nemzetegyesítés. 2010 óta 850 ezer határon túli magyar vette fel a magyar állampolgárságot, hangsúlyozta Semmin Zsolt az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség kisvárdai rendezvényén. Párbeszédre van szükség. A Brexit és a migrációs válság közepette fontos, hogy a fiatalok is tájékozódjanak az aktuális politikai helyzetről. Erre hívja fel a figyelmet az országgyűlés elnöke. Plusz forrás. Jövőre az idejéhez képest 171 milliárd forinttal több pénzt fordít a kormány az egészségügy fejlesztésére, tájékoztatta szerkesztőségünket Rétvári Bence parlamenti államtitkár. A magyar történelem legnagyobb nemzetegyesítése van folyamatban, hangsúlyozta Semmin Zsolt az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség kisvárdai rendezvényén. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A miniszterelnök helyettes elmondta, 2010 óta 850 ezer határon túli magyar vette fel a magyar állampolgárságot, a kérelmek száma pedig nem csökken. Semmin Zsolt arról is beszélt, Romániában parlamenti választások lesznek decemberben, ami nagyon fontos a magyarok részvétele, mert ettől függ, mekkora képviselete lesz a magyarságnak a szomszédos országban. Az állampolgársági kérelmek száma és az állampolgárság megállapítás iránti kérelmek száma nem csökken lényegesen, úgyhogy amit ígértünk, azt be tudjuk tartani, a ciklus végén meg lesz az 1 millió új magyar állampolgár. A nemzetegyesítés eredményeiről számolt be Semmin Zsolt miniszterelnök helyettes Kisvárdán, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség rendezvényén a külhoni magyar pártok vezetői is jelen voltak. Mindenki van egy közbiztonsági ellenőrzés, egy közigazgatási ellenőrzés és egy nemzetbiztonsági ellenőrzés. Állampolgársági esküt mintegy 780 ezeren le is tették, plusz 70 ezer olyan ember van, akinek a nyugati diaszpórában állapítottuk meg a magyar állampolgárságát, tehát 780 meg 70, összesen 850 ezer új magyar állampolgár van, mióta meghirdettük 2010-ben a nemzetegyesítésnek a politikáját. A nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetésen Kelemen Hunor, a romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke úgy fogalmazott, júniusban már visszaszerezték Szatmár Németit, amikor Kereskényi Gábor lett a település polgármestere. Beszédében felkérte azokat a magyar állampolgárokat, akik a román állampolgárságukat is megőrizték és Magyarországon vagy Nyugat-Európában élnek, hogy regisztráljanak és éljenek a szavazati jogukkal, akár a levelezéses voksolási módszerrel, hogy további sikereket érjenek el a romániai parlamenti választásokon. A regisztráció már elkezdődött, és minden bizonyára szeptember végéig fog tartani. Ez alatt lehet regisztrálni, és levelet kapnak otthon, a levélben szavaznak, a levelet visszaküldik, akár csak a magyarországi módszer hasonló módon működik a romániai levelezéses szavazás is, és az a közel 3 millió román állampolgár közöttük sok százezer magyar ember is, aki külföldön él, jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy milyen lesz a részvétel, és hogy kik jutnak be a parlamentbe. A magyar szavazatok pedig azért fontosak, hogy az erős parlamenti képviseletet, az arányos parlamenti képviseletet lehessen megőrizni, tudjuk megőrizni. A kerekasztal beszélgetésen az is elhangzott, miután világnemzetté váltunk, nem lehet közömbös számunkra, hogy mi történik a szomszédos országok magyarságával. Ezért is fontos a parlamenti választáson mindenki részvétele, így a Magyarországon élő románokat is bíztatják arra, hogy tegyék le voksukat az évvégi szavazáson. A Brexit és a migrációs válság közepette fontos, hogy a fiatalok is tájékozódjanak az aktuális politikai helyzetről, mondta az országgyűlés elnöke az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség rendezvényén Kisvárdán. Kövér László kiemelte, a britek választási eredménye is arra enged következtetni, hogy nem volt párbeszéd a fiatalok és az idősebb generációk között. Pedig erre szükség van, tette hozzá a politikus, aki szerint a fiatalok döntéshozatala fontos, tájékozódásukban egy-egy ifjúság politikai szerveződés is segíthet. X, azaz Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. Kisvárdai táboruk pénteki előadásán elhangzott céljuk, hogy olyan közösséget építsenek, amelynek tagjai közösen munkálkodnak Magyarország és az emberiség javáért, miközben többek között a magyar fiatalok országhatárok feletti együttműködését segítik elő. X táborban legelőször vagyok, viszont többször voltam már hasonló rendezvényen.
Mivel Erdélyből vagyok, így nagyon fontosnak tartom a nemzetpolitikai kérdéseket is ifjúsági képviselőként, tehát önkormányzati képviselőként fontos, hogy az ifjúság hallassa hangját, és az ilyen fórumokon találkozunk, és megbeszéljük a különböző problémákat. Az X kisvárdai rendezvényén az országgyűlés elnöke arról beszélt, a politikai, társadalmi döntéshozatalokban a fiataloknak is részt kell venniük. 18 év fölött ugye mindenki szavazati joggal rendelkezik, tehát nem árt, hogyha részt is vesz a döntésekben, nem árt, hogyha erre fölkészül, tehát nem valamiféle divat alapján vagy érzelmi megfontolásból dönt, hanem megpróbál tájékozódni és a valóságos kérdésekre adott valóságos válaszokból kiindulva eldönteni azt, hogy milyen politikai irányt szeretne magának, és az ilyen típusú rendezvények, mint amilyen ez a mostani, az szerintem ehhez hozzájárul valamelyest. Nem beszélve arról a párbeszédről, ami szükséges a generációk között, tehát itt téves az a felfogás, amit azért láthatunk a Brexit utáni reakciókból is, a fiatalok megnyilvánulásából, hogy egyfajta szakadékot, ellentétet vélnek felfedezni az idősebb generációk meg a fiatalok között, tehát itt a párbeszéd mindenképpen fontos. A házelnök hozzátette, a következő időszakban az dől el többek között az október 2-ai hazai népszavazáson is, hogy milyen Európát szeretnének a magyarok. A nemzeti közösség karakterének, kultúránk védelmében kell majd szavazni, nem szabad engedni majd, hogy betelepítsenek hazánkba olyan embereket, akik saját képükre formálnák hazánkat, véli a politikus. Jövőre az ideihez képest 171 milliárd forinttal több forrást fordít a kormány az egészségügy fejlesztésére. Első lépésként már idén szeptembertől fizetésemelésre számíthatnak az ápolók és a szakorvosok. Erre összesen 80 milliárd forintos keretösszeget különítettek el, tájékoztatta szerkesztőségünket Rétvári Bence parlamenti államtitkár az X nyírtasi rendezvényén. Folyamatos béremelésre számíthatnak az egészségügyi dolgozók. Szeptembertől kezdődik a kormány több lépcsős fizetésemelési programja. A szakorvosok bruttó 107 ezer forint plusz jövedelemre számíthatnak még idén, majd jövőre újabb bruttó 100 ezer forinttal kapnak majd többet. A 2017-es költségvetésben 171 milliárd forinttal jut több forrás az egészségügyre, mint idén. Ez a GDP 0,5%-át jelenti. Ebből nem csak a dolgozók béremelésére költenek majd, hanem például különböző népegészségprogramokra. Ennek a legnagyobb részét, közel a felét, azt béremelésre fogjuk fordítani, több mint 80 milliárd forintot. Az ápolók részére szeptember 1-től érkezik az első ütem ennek, 26,5%. Utána a következőben újabb emelések következnek, és ha így összeadom 2012 és 2019 között az egészségügyben dolgozó ápolók béremelését, akkor az azt jelenti, hogy több mint 100%-os béremelés lesz, több mint duplájára fog emelkedni az ápolók bére. Erre nagyon nagy szükség is volt, hiszen mindenki egyetértett, hogy az ápolók fizetésén érezhetően javítani kell. Rétvári Bence parlamenti államtitkár erről az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség nyári táborán beszélt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyírtason. A rendezvényen a megyei közgyűlés elnöke, Sesták Oszkár kiemelte, a találkozón a fiatalok tanulhatnak a politikusoktól, valamint tapasztalatot cserélhetnek egymással. Nyitott lesz a közélet iránt, meg tud érteni, vagy értékelni tud folyamatokat. Fontos lesz neki, hogy bele tudjon szólni a közössége életébe. Hát ezek a reményeink. Persze ez minden politikai generációval így van. Én már vagyok annyira bölcs, bocsánat, öreg, láttam legalább 2-3 ilyen fajta tábort. A nyári tábort Szabad Egyetem jelleggel szervezi meg az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, amelyről a megszerzett tudásnak köszönhetően plusz motivációval térhetnek majd haza a fiatalok. Csak a nevük változik a szakközépiskoláknak szeptembertől. Tartalmi és minőségi változást nem hoz az átalakítás, hangzott el az MSZP nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A szocialista párt szerint az új struktúra előkészítetlen, és sok tekintetben hátrányosan érinti a diákokat és a pedagógusokat egyaránt. Az egyik legnagyobb negatívumnak a természettudományos tantárgyak óraszámának a csökkentését tartjuk, hiszen ez egyértelműen hátrányosan érinti majd a diákokat, akik nem nagyon fognak tudni majd intézményt váltani, nem nagyon tudnak majd érettségi tantárgyat választani maguknak, vagy éppen tovább tanulni, és természetesen negatívan érinti a pedagógusokat is, hiszen ez a drasztikus változtatás, a tantárgyak megszüntetése nyilvánvalóan pedagógus álláshelyeket érint majd. Tetlegességig fajult egy családi vita Tuzséron. A megyei rendőrfőkapitányság emberölés büntet kísérlet megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 47 éves nő ellen.
Az asszony előzetes vita után tuzséri otthonukban egy konyhakéssel megszúrta férjét. Az 51 éves férfi a szúrásoktól 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A rendőrök a nőt a helyszínen elfogták, őrizetbe vették, és kezdeményezik előzetes letartóztatását. Ráfutásos baleset történt ma délelőtt Nyírtelek belterületén a főúton. Egy jármű lassított, hogy gyalogosokat engedjen át az úttesten, a mögötte haladó két autó még meg tudott állni, a negyedik azonban már beléjük hajtott. Mind a négy járműben jelentős a kár, ha a balesetben egy személy sérült meg. Őt a mentők kórházba szállították. Jelentős növekedést mutat a depressziós betegek száma nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Jól kivilágított, sötétben is látható táblákkal kell jelölni a menekülő útvonalakat még egy fesztiválon is, közölte a katasztrófa védelem. Nem csak a szórakozó helyeken, egy-egy szabadtéri rendezvényen, fesztiválon is az az első, hogy biztonságosan szórakozhassanak az emberek. 100%-os teljesítménnyel nyerte meg a bajnokságot az NB2 északkeleti csoportjában az Apagyi férfi asztali tenisz csapat. Ezzel az apagyiak feljutottak az NB1-be, ahol új igazolásként a korábban az extraligában is szereplő Bari Csaba segíti majd az együttest. Jelentős növekedést mutat a depressziós betegek száma nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban. A WHO adatai szerint a rokkantsághoz vezető betegségek közül a harmadik helyen áll jelenleg a depresszió. Előzetes beslések szerint vezető diagnózis is lehet a 2020-as évekre. A betegség bármelyik korosztályban jelentkezhet, manapság pedig már a fiatalabbak körében is egyre jellemzőbb. Csoportterápiát tartanak az addiktológiai osztályon. Ez a gyógymód hasznos lehet a depressziós betegek számára. Itt a Sóstói úton jelenleg közel 80 fekvőbeteget kezelnek, de a korszerű gyógyszereknek köszönhetően a járóbetegellátás is eredményesen működik. A depressziós betegek jellemző tünete, hogy üresnek és örömtelennek érzik magukat, megváltozik az érdeklődési körük és csökken az aktivitásuk. Ennek kialakulása egy hosszabb folyamatot jelent. Sokszor sem maga a páciens, sem pedig a családja nem veszi észre, hogy ez egy betegség, amit kezelni kell. Egyik napról a másikra nagyon-nagyon ritkán jelentkezik. Amikor ilyen nagyon éles hangulati váltás van, az a bipoláris betegnél van, akiknél vannak mániás és depressziós, tehát felhangolt és depressziós fázisok is. A magában jelentkező, hogy unipolárisnak nevezett depresszió fokozatosan alakul ki. A tünetek nem egyszerre rontanak rá az illetőre, hanem először azt érzi, hogy nem jól alszik, aztán, hogy fáradtabb, hogy örömtelenebb, hogy megváltozik valami, rosszabb a közérzete, és ahogy így alattomosan, lassan alakul ki, egyre kevésbé. Nagyon sokáig a munkáján például tud teljesíteni, otthon meg már nem marad elég energiája az otthoni feladatok ellátására. A depressziót hasonlóan más pszichiátriai betegségekhez komplex kezeléssel kell gyógyítani, orvosi segítség nélkül ugyanis a páciens nem tud újra a depresszió előtti önmaga lenni. Gyógyszeres kezelésnél antidepresszánsokat alkalmaznak, valamint átmenetileg szorongásoltó tablettákat is felírhat az orvos. Ezek általában 8-10 nap után hatnak, amely hosszú időt jelent egy terápiás kezelésnél. Emellett csoport és pszichoterápiával is kiegészítik a gyógyító folyamatot, hogy a negatív, önbíráló érzelmeket is kizárják a páciensek gondolataiból, amelyek hatása egyeseknél akár az öngyilkossághoz is vezethetnek. A betegség kortól függetlenül bárkinél jelentkezhet. Minden korosztályban jelentkezhet a depresszió. A fiatal, illetve inkább úgy mondjuk, hogy fiatal középkor volt a jellegzetes, tehát olyan 30-as életévekben volt korábban jellegzetes, hogy megjelentek ezek a tünetek, de most azt veszük észre, hogy előbbre tolódik, aminek számos oka lehet. Ugye nagyon sokszor látunk szerhasználathoz, nem egy ilyen rendszeres és tartós, akár már egy ilyen rövid ideig tartó szerhasználathoz társuló depressziós tünetekkel megjelenő állapotot. Vannak kritikus időpontjai az ember életének, például a szülés utáni depresszió, ami egy speciális helyzet, akkor is veszélyeztetett lehet valaki erre. Egy másik ilyen kritikus időszak a nyugdíjas évek kezdete, amikor csökken a társadalmi aktivitás, és úgy érezheti magát a páciens, hogy már nem fontos része és hasznos tagja a környezetének. A depresszió sokszor társul egy másik betegséghez, akár egy sztrók után vagy szenvedélybetegségek mellett is megjelenhet a tünet együttes.
Jól kivilágított, sötétben is látható táblákkal kell jelölni a menekülő útvonalakat, még egy fesztiválon is, tájékoztatta televíziónkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Dóka Imre elmondta, nem csak a szórakozó helyeken, egy-egy szabadtéri rendezvényen, fesztiválon is az az első, hogy biztonságosan szórakozhassanak az emberek. Idén eddig országosan csaknem 250 szórakozó helyen és szabadtéri rendezvényen tartott ellenőrzést a katasztrófavédelem. A szervezet nem csak rendszeresen ellenőrzi a fesztiválok biztonságát, hanem részt vesz a biztonsági intézkedések megtervezésében, kivitelezésében is. Többek között azt figyelik, hogy a menekülési útvonalak biztosítva legyenek, a padok, székek ne legyenek rossz helyen. 10 000 főt befogadó nagyobb rendezvény esetén pedig kivetítőn kell elmondani azt, hogy a menekülési útvonalak merre találhatók, illetve mi a teendő mondjuk egy vihar esetén. Vihar esetén például nagyon fontos, hogy fágak, fák alá ne álljanak. Mondjuk biztonsági zónát jelenthet egy sátor, persze abban az esetben, ha mondjuk nem egy fa alatt van felállítva. A szóvivő hozzátette, ha egy rendezvényen tűzijátékkal készülnek, a pirotechnikai eszközöket is ellenőrzik a katasztrófavédelmisek. Ilyen volt például a nyírbátori szárnyas sárkány hetéhez kapcsolódó rendezvény, vagy például a Tisza-Esztláron az Arató Fesztiválhoz kapcsolódó. Minden olyan esetben ellenőrzik a kollégáim ezeket a helyszíneket, illetve tűzoltói biztosítást is némely esetben, ahol nagyobb pirotechnikai felhasználás van, ezt az érintett tűzoltóparancsnokságok, tűzoltóságok megteszik. A katasztrófavédelem, a meteorológiai szolgálat és a fesztiválok szervezői állandó kapcsolatban vannak, amennyiben az időjárás azt indokoltá teszi, akár már a vihar kitörése előtt leállítható a rendezvény. Százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg a bajnokságot az NB2 északkeleti csoportjában az Apagyi férfi asztali tenisz csapat. Ezzel az apagyiak feljutottak az NB1-be, ahol új igazolásként a korábban az extraligában is szereplő Bari Csaba segíti majd az együttest. Az elmúlt nyáron 12 év folyamatos szereplés után kiesett az NB1-ből az apagyi asztali tenisz csapat. Ezek után távozott a paralimpikon Berecki Dezső, helyét a saját nevelési Pór Tibor foglalta el. A cél egyértelműen a bajnoki cím megszerzése és a feljutás volt, amit el is értek az apagyiak. Ráadásul úgy, hogy a csapat mind a 16 meccsét megnyerte a bajnokságban. A látottak alapján ez annyira magabiztos győzelem volt minden mérkőzés, hogy tulajdonképpen senki nem volt, aki megszólítsa a csapatot. Sima győzelmeket arattunk, nagyon egységes volt a csapatunk, és kijött a osztálykülönbség úgymond, hogy nagyon nagy a különbség az NB2 és az NB1 között. Nagy Balázs volt a húzóember, aki egyetlen egy vereséget szenvedett el a bajnokság során, viszont a többiek is nagyon jól szerepeltek, a Hodász Laci is, a Pór Tibi, aki elsővét nyomta, az meglepően jó volt, és a Fodor István is magabiztosan szerepelt. Az apagyiak nem csak az NB2-ben indítottak csapatot, hanem az alacsonyabb osztályokban is képviseltette magát az egyesület. A megyében egyedül mi mondhatjuk el magunkról, hogy ennyi csapatunk van NB-be, vagy összességében 4 csapatunk is szerepel, és NB3-ban is 2 csapatunk volt, abból az egyik a útfestők csapata az második helyen végzett, és feljutott az NB2-be. A másik csapat 6. helyet szerzett, de az reális is volt abban a csoportban, míg a megyei csapatunk 3. helyezést ért el a bajnokságba. Az NB1-es szezonra erősítésként érkezik a korábban több extraligás csapatban is szereplő Bari Csaba. Hosszú távon pedig saját utánpótlására szeretne támaszkodni az egyesület. Az utánpótlás vonalon ebben az évben ugye egész jó eredményeket értünk el, hogy a diáksport szinten a gyerekeink nagyon jó szerepeltek, országos szinten is, 2. helyezést értek el csapatba is egyénibe. Aztán most már bemutatkoztunk az igazolt versenyzők között is 2 fiúval és 1 lányversenyzővel. Közülük a kis Hanusság Fanni, aki még 2,5 évig lesz újonc a saját kórcsoportjában, 3 verseny után a kiemelkedő eredményeket érte el országos szinten, és már 17. a magyar ranglistán, és ezáltal meghívták most is egy nemzetközi edzőtáborba a szövetség. Úgyhogy bízunk benne, hogy a utánpótlásunk a következő években országos szintű le fog újra följönni. Az apagyi pingpong teremben a nyári szünetben is pattog a labda, a fiatalok folyamatosan edzenek. A felnőttek július végén kezdik majd el a felkészülést. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
A magyar történelem legnagyobb nemzetegyesítése van folyamatban, hangsúlyozta Semjén Zsolt az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség kisvárdai rendezvényén. A miniszterelnök helyettes elmondta, 2010 óta 850 ezer határon túli magyar vette fel a magyar állampolgárságot, a kérelmek száma pedig nem csökken. Semjén Zsolt arról is beszélt, Romániában parlamenti választások lesznek decemberben, ami nagyon fontos a magyarok részvétele, mert ettől függ, mekkora képviselete lesz a magyarságnak a szomszédos országban. A Brexit és a migrációs válság közepette fontos, hogy a fiatalok is tájékozódjanak az aktuális politikai helyzetről, mondta az országgyűlés elnöke az X rendezvényén Kisvárdán. Kövér László kiemelte, a britek választási eredménye is arra enged következtetni, hogy nem volt párbeszéd a fiatalok és az idősebb generációk között. Jövőre az idejéhez képest 171 milliárd forinttal több forrást fordít a kormány az egészségügy fejlesztésére. Első lépésként már idén szeptembertől fizetésemelésre számíthatnak az ápolók és a szakorvosok. Erre összesen 80 milliárd forintos keretösszeget különítettek el, tájékoztatta szerkesztőségünket Rétvári Bence parlamenti államtitkár. A Kölcsei Televízió híradóját látták július 8-án pénteken. Friss hírekkel hétfő este jelentkezünk legközelebb, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat láthatják. Korábbi híreinkért böngészék addig is honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk záporokkal. Eleinte néhány fokkal melegebb, majd ismét hűvösebb, változó nedvességtartalmú levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Éjjel változóan felhős idő várható, majd az éjszaka második felétől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, zápor előfordulhat helyenként. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, szorványosan előfordul záporeső, néhol zivatar is kialakulhat. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincs térségünkben. A következő napokban erőteljes melegedésre, kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel. Kedd délutántól a gomoly felhőkből még csak elszórtan, szerdán egy hidegfront hatására egyre több felé kialakul záporeső, zivatar, és sok helyütt megerősödik az északnyugatira forduló szél. Csütörtökre jelentősen visszaesik a hőmérséklet, ugyanakkor ismét több órára kisüt a nap.